Divatbemutató a Grassalkovics művelődési házban. A modellek pedig már mind túl vannak az emlőrákon. Fürdőruhában és melltartóban is vállalják a testüket a közönség előtt. Azt bizonyítják be, hogy a mellrák legyőzhető, és a műtét utáni krízisből is van felépülés. Amikor az ember megtudja, hogy milyen diagnózist mondanak neki, akkor természetesen az összes fázison túlesik, ezen én is túlléptem. A kétségbeeséstől kezdve az elfogadásig, de miután nem volt kérdés számomra, hogy élni akarok, így ez elég gyorsan ment és elég rövid idő alatt. Dr. Tóth Lászlóné Laca Zsuzsanna szerint az emlőrákot a nők általában együtt emlegetik a halállal, pedig a műtét után ugyanúgy teljes életet lehet élni. Mi nők tehetünk a legtöbbet azért, hogy szemléletváltozás történjen. Ma már szerencsére nagyon sokkal inkább felvilágosultak a nők, törődnek magukkal, odafigyelnek magukra, de még mindig kevés. Ehhez azonban nem elég csak a nőnek saját magára figyelni. Én azt mondom, hogy minél többet kell beszélni róla. Beszélni kell róla, mert ez ma már nem csak egyéni, nem csak a saját ügyünk, hanem ez társadalmi ügy. Beszélni kell róla, mert félünk tőle. Maga a szó, hogy rá kimondani is alig merjük. A mellrák vezet a nők körében tapasztalható rákos megbetegedések között. A szakember szerint azonban az egészséges életmóddal és a rendszeres szűréssel megelőzhető. Tehát a szűrés az, amikor tünetmentesen szűröm a lakosság egy adott részét, egy adott daganatra, hogy kutassam azt, hogy van-e már daganat, és megtalálva a nagyon kicsi elváltozást, meg tudom 100%-osan gyógyítani. A statisztikánk szerint egyre több 45 évesnél fiatalabb nőnél diagnosztizálnak mellrákot országszerte, és évente a középkorú nők mindössze fele vesz csak részt mellrák ellenes szűrésen, pedig az Európai Uniós elvárás minimum 70% lenne.